Szeretettel köszöntöm elsősorban kedves tanárainkat, akik eljöttek egymásunkra, és benneteket, kedves osztálytársak. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejutunk. Két emberrel várnunk kellene, de úgy gondoljuk, nem várunk tovább. És úgy itt jeleztetnék, hogy jön meg a Moldován Józsi. Többiek mindig van. Hát én nem vagyok a szavak ember, egy kicsit izgulok, és egy oldalas köszöntőt írtam, én inkább felolvasom. És köszöntöm. Mert szinten és őszinte örömmel köszöntöm, Hívó Szabó tanárt, kedves tanárainkat, és benneteket, kedves osztálytársak. A több mint negyed évszázad egy ember életében félemberöltő, és hogy mi minden jó és rossz történt velünk egy év alatt. Ki ki a maga emlékeiben ember, amit emberekbe tudja csak igazán. 30 évvel ezelőtt kiléptünk az iskola kapuján, tele lelkesedéssel, tele bizakodással, és kedves tanáraink biztató és óvó szavaival. Arcunkon, testünkön és egészségünkön bizony nyomot hagyott a 30 év, de szívünkben még mindig 14 évesen meghatottan ülünk itt, és szomjasan iszünk egymás szavát az eddig eltelt életünk soráig. Emlékeztet még? 30 évvel ezelőtt így énekeltünk. Isten veletek cimborát, tovább, tovább. Tovább léptünk cimborát. Az eltelt 30 év és az itt töltött 8 év előtörő emlékeivel telve elmondhatjuk, hogy nem volt hiába való életünk, hiszen most együtt örülhetünk a viszontlátásnak. Szívből köszöntjük kedves tanárainkat, bízva abban, hogy velük töltött 8 év bosszúságait már rég elfelejtették, és szeretettel gondoltak rám az elmúlt 30 év alatt. Jó egészséget és további boldog életet kívánok nekik, a legközelebbi találkozásig. Én úgy hiszem, az előző voltam olyan nagy szóvivő, és magyarból egy kicsit a az megmaradt, gondolom. És hát én csak annyit tudok mondani, hogy én 26 évet kimélek Ausztriában, családommal, két lányommal. Az egyik 25 éves, az idősebb 25 éves, és a fiatalabbik 21 éves. Én pénztárosként dolgozom, egy kis üzletben, ugyanúgy tovább. A lányom az a vasútnál, van az Irodán. A kisebbik lányom a szintén üzletben van, egy ilyen gyűjtő napját, vagy a instruktor. Férjem az, hogy szintén a vasútnál van. Meg két kis kutyám van. Látod, meg is ugatod. És hol is tudod?
Helyszerint Schwarzbach. Kufsteintől 40 km, Innsbrucktól 30 km, Olaszkatától 100 km, és a német határa. Messze volt a szél. Zajbóknak a világilába. Jól látok ott a család. De szerencsére az a jel. Én megkaptam az osztályt állampolgárságot. Yeah.
rajzom, mint a Bercsényibe, azt elvégeztem, és rajzakmúgyás, mivel problémás volt a bejárás, csak belített volna bejárulni. Ütőházba, így másod pályát változottam. Hát per pillanatban éltem a Bolya iskolában, szakács vagyok. 72-re született a 72-re fiamhoz mentem, 73-ban megszületett a fiam. Yeah.
Nagyon köszönöm is. Veszélyes volt, repültek a betélők. Mondom, ezt inkább ott hagyom, elmentem közért, de azóta is ott vagyok, már 25 éve vagy 30, vagy mennyi. 20 éves koromban férhez mentem, jöttek a gyerekek, kettő fiam van, 23-22 éves. Azóta először laktunk Budafokon, a 6. Utána vissza szeretünk jönni volna Tárnokra, elcseréltük egy ház, és azóta is itt kész. Más nem nagyobb. Tárnokon lakom, az Erzsine van, az öccse, a férjem, két fiam van, egy fiam és Thank you.
kellettem kettőbe férjeznem, tehát született egy lányom meg egy fiam, aki a lányom az üzemérnök, a Mona dolgozik, a fiam az egy kártyánél dolgozik, ütőgép és klímaszerelő, a fiam úgy szintén, elvégeztem a teológiát, visszatartok először, szerettem a gyerekeket nagyon mellettem, még a munkám mellett. Igazán dolgozom most, mint humánpolitikai előadó, személyzeti dolgokkal foglalkozom, emberekkel, munkámat is nagyon szeretem, és mellette gyerekekkel foglalkozom. Ennyit tudok mondani. Igazán dolgozom, és a nyitottatás, az pedig érdem a postással lehet. Egyetlen mondattal, mert többre nem futja. Egészségügyi.